két éven aluliak számára nagykorú felügyelete mellett ajánlott. Drágáim, új sminkesem van. Nem is merek ránézni. Jó, énkor adom a diszkrétet, tessék. És azt mondja, milyen barna Fábri úr. Szolárium? Mondom, nem, süt a nap minden ellenkező híresztelés ellenére, a nap süt, mint olyan, és ez mindenkinek a rendelkezésére áll, oda ki lehet feküdni, a nap süt és barnul. Azt mondja, az én arcomat nem fogja a nap, az a testemet fogja. Hát mondom, a testét én is fognám, drága, de ne értsen félre! Hölgyeim és uraim, önök pillanatokon belül Magyarország legnézettebb showműsorát látják. Jó szórakozást kívánok! És most az RTL Klubon Budapestről Esti Sóder Fábri Sándorral, Kuszbert Péterrel és a Sóderbenddel. Ma este a Sóderben jönnek a Kontroll című sikerfilm sztárjai Pindrós Csaba, Babár Sándor és Scherrer Péter. Itt lesz Magyarország első számú női kaszkadőre, aki dolgozott már Banderasszal, Madonnával és Melanie Griffith-szel, Szűcs Ildikó. A Sóder zenei színpadán egy igazi hegedű virtuóz, Edwin Martin. És jön Európa legszebb rémítse, egy igazi szexszimbólum, aki ma este mindent megmutat, Bódi Szilvi. Hölgyeim és uraim, immár 115. alkalommal újra a színpadon, az Esti Sóder budapesti stúdiójában az ország első számú showmestere, Fábri Sándor. Megtisztelő, köszönöm szépen! 115. alkalommal próbálunk az agyukra venni, kelteni a zavart. Kérem tisztelettel, rosszon nyuszika, lába körül, pörök körbe. Most egy-két nyuszikás sótkanyom. Jó így, after húsvét. Pörök körbe. Közül vagyok! Anyát, te hagyd már! Közül vagyok! Hagyd már, mondja az anya. Közül vagyok! Nyuszika, nem hagyod abba, leszögelem a másik lábadat is. Kérem tisztelte, Farkas elkapja a nyuszikát, és elkívánja fogyasztani. Nyuszik azt mondja, oké, hát nem vagyok vita pozícióba, annyit engedj meg, hogy eljárjam a haláltáncot. Farkas a nagy humanista és a folklór jeles híve, sanszot ad erre a dologra, nyuszika azt mondja, egyet jobbra, elhúz a ficsit. Farkas utána néz, azt mondja, hú, elég hülye koreográfia. Köszönjük szépen! Peruban, Titikakató, világ legmagasabb. Igen, a Titikakatavi tektitek titkát ott lehet meglesni, kérem tisztelettel. Ott egy kis faluba az indiánok, mert ők igazság szeretők, agyonverték a polgármestert. Nem úgy! Nem csak úgy, nem tartotta be a választás ígéret. Mondta, hogy majd ő az indiánokat gyámolítani fogja, meg lesz itt pénz, paripa, fegyver, kikátyúzza a faluba az összes utat, és a többi. Nem teljesítette. Ding-ding-ding-ding-ding! Megrongálták egy picit. Nincs jelentősége. De azért az milyen komolyan, én már nem akarok tényleg erre kitérni, de hogy Demszky ahelyett, hogy megcsináltatta a kátyukat, még kimegy dudálni ő is. Hát ez már, tehát saját magát, saját... Nem? Saját magát fújja le! Én nem mondom, minden kamaszfiú megpróbálja a farkát bekapni fiatal korában, de ebbe a korba azért ez már nem. Aki ezt nem próbálja meg, annak nem volt kamaszkora, csak nem fog a macska egyszerre kint és bent egered, drága uraim, ugye? Amikor még hajlékony a gerinced, még sekély a bré. Ugye? Mire a bré ugye már méretes, veszesedsz, tudod? Szóval nem fog a macska egyszerre kint és bent egered. Magyar-Brazil, azért fél órát bírtuk, de jó lelkes voltam, szóval nekünk olyan kevés kell. Szóval én, amikor Kopárovics Béla, ugye, a 89. percben bealázta a Manchester United-et, akkor hirtelen elfelejtettük arra a pár percre mindazt a gyalázatot, amit az utóbbi 20-30 évben történt. Tehát mi annyira szeretnék? Most a felső karét megnyitották, ami halálosan életveszélyes? Meg? Mi történt? Nem, semmi. Jó. Mert egyébként saját csatornám közvetítette 25 kamerával, én mondtam nekik, hogy a főső karrierre azért a fókusz menjen ki egy 10... De menjen ki egy 10 géppel, nem? Hát ha valami történik, akkor legalább,
akkor legalább mégis van valami műsor. Kérem szépen, úgy hirdette, azt hiszem az én csatornám, mindegy, azt mondja, Ronaldinho és Gerra trükkjei. Szóval, jó, én nem akarok tényleg senkit sem bántani, ugye, mint a 60-as években, és Presser Gábort igazán kedvelem, de amikor így ilyen musical átköltésekhez kiírták, hogy Bach, Presser, Johann Wolfgang Goethe. Szóval most montírozok, de emlékeznek ezekre a dolgokra. Hát nem, hát szóval azért nem kéne ezt, kérem tisztelettel. Kim voltam mizébe, VIP-be. VIP-es minden, jó lazacellátás, minden, ott volt az összes villából minden, mindenki ott volt, az összes kupas, tiszi, ahova néztem. Szóval, de olyan VIP-páholy volt, hogy megőrülsz. Mikor a harmadik gólt kaptuk, akkor egy csávó így leszól, azt mondja így a Mateusznak, azt mondja, Lothar, álljál be! Nem, hát ezzel többet segítene, mint hogy ott zakóba, kintről, izé, hát Lothar, álljál be! Na most természetesen a VIP páholyba, ugye mindenki hozott valami, hát ilyen kísérőjét, vagy párját, vagy nem tudom, szóval valamiért a virágot vonszoltott. Mindenki! Na most hát ezek életükben nem járt a futballmeccsen, ahogy nagyjából én se. Tehát ezt azért tegyük hozzá. Tehát azért én nem felejtem, hölgyeim és uraim, ugye mostanában azt szoktam mondani, hogy ugye Bibó István azt mondta, hogy demokratának lenni annyi, mint nem félni. Én azt mondom, demokratának lenni annyi, mint nem felejteni. Se más dolgokat, se a saját dolgainkat. Tehát én emlékszem, mikor Pul Sándortól kérdeztem, hogy mégis mennyi sárgalapot készítesz be. Ugye? Tehát ennyit értek én, hát, hogy méred fel? Igen, ennyire hülye voltam, aztán akkor nem látta az adást. Én azt hittem, hogy az én macerás csapat 50-et berakok. Érted, ezek ízél. Érted? Németeknek elég 10 lap. Na, hát kérem szépen, járkáltam ott a VIP-sátorba, és mint Marcel Proust, aki ugye pesgős pohárral hallgatózott a szeparékba, ilyen mondatokat gyűjtöttem, kérem szépen, amik egyrészt hangsúlyozom, én is mondhattam volna. Szóval te, magyarok, miért nem tudnak gólt lőni? Te, hány szület lesz? Te, szólsz, amikor gól van? Hello, hello. Az a fekete ruhás játékos miért játszik a sose rúg a labdába? Drágáim! Na most tényleg egy kvíz kérdést szeretnék föltenni. Mondjanak egy területet, ahol nincs spórolás. Mindenütt redukálunk mindent, nem? Most ott tartunk mi régen az NDK-ban, az NDK nyugdíjasok kaptak ilyen csináld magad vakbészettet, otthon kivehette. A tükörből magának, érted? És visszavarrod közt, és a hálapénzt elküldöd. És most azt javasolták, nem viccelek, tehát szék, tehát nem én kiáltok a földübörök, tehát én csak fölszedegetem ezeket. Azt mondta a rendőr, menjen BKV-val. Azt hallod, Agybező utcán átszálltam a 73-as trollira. Érted? De spórolnak az APEC-nál is. Az az egy, ahol nem kéne. Hát az kegyetlen jó kell tartani. Hát Amerikában az a legfontosabb. Az fontosabb, mint a CIA, az FBI, a Doris Day. Mindennél fontosabb. Miben spórolnak? Iskolában a krétával. Úgy van, a kézszárítót leállítják. Töröd a gatyádban. Az volt még valami az eszembe, komolyan mondom. De ha nem. Egy Csaba vizelős történetet akartam rávarni, de az az igazság, hogy már annyit meséltem. Nem, annyira... Te is? Gyönyörű mozgalom, és értse meg ezt. Hát én mindig szoktam mondani, hogy a mosdót nem 80 centire kell szerelni, az bré-re kell szerelni. Letámasztod. Én annyira rutinos vagyok, hogy egy mozdulattal így már bekapom, és közben beszélgettek, tehát a hangom nem is változik. Én mondom, hogy semmi, a hajamat igazgattam. Na most nem, figyelj, hát ő szerepel a műsorban, vagy mi? Hát ilyet? Ja, ő lesz a vágókép, aki néz rám, mint az Istenre. Jó van, csináljon így. Na kérem, köszönöm szépen, na elég az hozzá. Most végre megírta egy amerikai, ez egy tudományos anyag, hogy a fikázás jó, de olyan gusztustalan. Tehát én, amikor úgy elmeséltem, hogy a nagyapám úgy itta le a protézéséről a vizet reggel, mint a húzat, tehát akkor már én nekem is a gyomra, tehát én látom az arcán, látom, ezzel én is így vagyok, mint maga.
Tehát én is már ettől hányás közeli állapotban vagyok, és ezzel én elértem mondjuk altesti művészetemnek, vagy pH érték körüli kaladozásaimnak mondjuk így egy origó pontjához, vagy egy végpontjához. Most kaptam egy olyan fikázós anyagot, hogy csak a felét olvastam, és már okádok. Szóval az, na mindegy. A németek természetesen precízek, tehát erre is vannak itt németesek. Tehát ilyen van például, hogy smírpópel, tehát amit kenni kell, ugye? Tehát pópel, pópel, fikus, pópel, pópel, van smírpópel, ugye, amit kenünk. Hát az EU-ba azért tudományosan kell fikázni. Hát nem csak úgy bemegyünk, mint eddig, hogy turkodjuk az orrunkat. Nem, van smírpópel, smírpópel, van smírpópel, és van sízpópel, amit ki lehet lőni, kis golyócska, ugye ez a... Megvan a teljesen hülye idióta vicc, ugye Jean, keresse meg a kis szürke golyocskát, nem találom, uram. Jean, keresse meg a kis szürke golyocskát, nem találom, uram. Jean, keresel, nem baj, csinálok egy másik. Szörnyű. Egyszerű nő. Állítólag megtörtént, de szerintem ez sutka. Egyszerű nő jön ki a passi orosz zokogva. Szóval te ez, könyvbe kijött már? A csaj közben hüppög, viszik ugye a főnököt. Azt mondja, te, most mi lesz, most fel, akkor most megölik? Azt mondja, ne hülyeskedj, a főszereplő nem halhat meg. Érted? Találós kérdés, ez már sútka. Miért nem Bruce Willis játssza a passiót? Mert ő ezt is túlélné, köszi. Kérem tisztelettel, nem tudok úgy fölkelni reggel, hogy ne a... Ja, milyen érzés az EU-ba lenni? Reggeltől estig felvilágosító műsorok mennek, csokorba gyűjtöttük a leghülyebb kérdéseket. Jó? Tehát mert lehet, van ilyen EU vonal is, hogy ezért lehet, tudják, lehet-e cukrászdán Bécsbe, ez a legfontosabb, ahogy ne. A leghülyébb EU kérdések jönnek. Fel kell-e állni az öröm óda alatt? Hangversenyen nem. Piros, fehér, kék lesz-e a magyar zászló, illetve lesznek-e rajta csillagok? Nem. Viszont tervben van az 56-os lyukas EU zászló. Ehetek-e disznó sajtot az EU-ban? Ehet, csak legalább ne Bécsbe és ne a motorház tetőn. Beszélhetek-e magyarul minden EU szerv előtt? Igen, legfeljebb nem értik. Csak személyi kell ahhoz, hogy bárhova utazzak? Nem, vigyen pénzt is. Jó lesz-e a BKV bérlet Londonban is? Amennyiben lesz a BKV-nak londoni járata, igen. Ha belépünk az EU-ba, kikerül a magyar válogatott a foci EB-re? Igen, de csak ha vesznek belépőt. Igaz, hogy az EU-ban magasabb a munkanélküli segély? Igaz, de a feles is drágább. Hány lesz az EU-ban a magyar igazság? Maradt három, csak a fele far támogatásból megy. Kerékpározhatok-e részegen az Unióban? Ha eljut élve a határig, igen. Vállalhatok-e munkát burkolóként az EU-ban? Igen, te ne mondja el, hogy ács. Annyira így van, ugye, hogy hát most már úgy kezdünk árnyaltabban látni, ugye, és hát itt erdélyi nézőinket nem szeretnék megbántani, de van nekem egy ilyen kis jelszavam, hogy nem mind arany, ami erdélyi. Ugye, hát egyrészük Isten ilyen írt a famunkához, de mindegyik azt mondja, hogy Isten ilyen írt, és aztán ebből rettenetes történetnek kerekednek ki. Na kérem szépen. Ja, há, hé, olyan képen van, megőrültök. Jaj, nincs, mert ezért barbecue party van, meg minden, nincs már szalonna csordítás. Nem, barbecue party van, nincsen már. Gabikám, add be azt a képet, sírtok? Kész. Hungarian barbecue party. Mit vasvilla? In mode farben. Arra van a kolbász főhúzva. Ne, hát ezt vinnünk kell. Tehát ez megint, ezek csak mi vagyunk. Egy tréfás kedvű anglomán nézőnk lepett meg minket a következő kis kollekcióval. Arra az elhatározásra jutott, hogy a magyar helységneveket is legalábbis kétnyelvűvé kell tenni. Békés Csaba? Pacific Csaba. Szombathely? Saturday Place. Szarvas? Very Bad Iron. Lábatlan? Legless. Veresegyház? Red One House.
Balaton akaratja, Vishof Balaton. Török Bálint, Turkish Valentine. Leányfalu, Girl Village. Majd visszanézik videóról, gyors vagyok, bocsánat. Békás Megyer, Froggy, Froggy, Megy, Goes, R. Froggy Goes, R. De a legjobb a Diós Jenő, ugye angolban a keresztnév elől van, ugye Diós Jenő, Eugene Nutty. Oké, hova mész? Ha kiugrom érted? Te kiugrom Eugene Nutty-ra, oké? Ajka, her lip. Érd, reach it. Magyarod, your peanut. Hades, hey voter. Tolna, ugye kicsit csalunk, tolna, he would push you. Várpalota, castle. Nemesvámos, noble customs. Baja, his problem. Nagy bajom, my big problem. Köszönjük szépen. Hölgyeim és uraim, ma este a Soderben találkozhatnak az év playmate-jével, Magyarország egyik legszebb hölgyével, aki beavat engem az erotikus pózolás rejtelmeibe, jobb későn, mint soha. Bódi Szilviáról van szó. Egy igazán rendhagyó jegyellenőrzésnek lehetnek szemtanúi, hiszen jönnek a Control című, én inkább kultuszfilmnek mondanám, sztár ellenőrei, Pindrok Csaba, Badár Sándor és a kispőnök Scherer Péter. A Soder zenei színpadán nagyszabású koncertje előtt gyönyörű hölgyek társaságában egy igazi hegedű virtuóz, Edwin Marton. Hamarosan bemutatjuk önöknek Melanie Griffith és Madonna kaszkadőrét, egy világhírességet, aki esett már le több emelet magasból, ugrott már ki száguldó autóból, az igazi lángokat azonban eddig nem merte vállalni. Ma este, ha minden igaz, én fogom először felgyújtani Magyarország első számú kaszkadőr nőjét, Szűcs Ildikót, élőben Budapestről. Most 115. alkalommal is Kuzmer Péter űzi a Soderbendet, mi pedig azonnal jövünk a Design Centerrel. Soder stúdióba, és vegyen részt a műsor felvételén. Jegyek még korlátozott számban kaphatók a Ticketexpress jegyirodáiban. Csehszlovák import. Rendeltetése férfi viharkabát. Ennek a Vihar Józsinak a becsét az is emeli, hogy ez originált. Ahogy mondanák, zsírúj. Más kifejezéssel szőrös új. Tehát ez nem volt, kérem, még senki. A mozgás nem könnyű benne, ugye hát nincs még betörve. Majd ilyen kombinált design centert fogunk látni. Részben abból az apropóból, hogy az EU csatlakozás kapcsán az Engels téren láthattunk, és talán látunk is egy kiállítást, mindazokból a tárgyakból, amelyeket nem kívánunk az EU-ba magunkkal vinni. Én most ettől a viharkabáttól megpróbálok megszabadulni, mint Houdini szabaduló művész. Hát egy szigorúan terepszínű műanyagból készült. Meghúzzuk a fülét. Ez egy szamár, ugye? Szamár. Na most az a fantasztikus, hogy benne egy tökéletes géppuskazávárzat található. Az oroszok ebből adták át a Kalasnyikov titkát az araboknak, mert egy teljes závárrendszer van, egyébként a szamár egy mozdulattal TT-pisztolyjá alakítható, és Stirlitz így szokott rá dohányzásra. És mikor szokott le? Mikor egyszer egy 762-es géppuska lőszerre gyújtott rá tévedésre. Na, most jön popcorn masin. A motorja az egész dolognak egy 100-as izzó. Azért jó, hogy világít, mert moziba is lehet tájékozódni vele. Ugye, tehát lehet rögtön vinni. Na most ez alatt a 8-9 perc alatt, amíg üzemel, másfél-kettő deka kukorica felét kipattogtatja, és a másikból gyakorlatilag orvosi szenet, karbomedicinálist készít. Igen, azt mondja, halló tűzoltosság, igen, azt mondja, ég a házunk, igen, és hogy jutok el magukhoz? Hát nincs már meg az a szép piros autójuk? Gyakorlatilag egy habverő, áramvonalas cuccal, és belül, fog meg, inkább egy hölgy. Svédli papírral van, dörzspapírral van kiburkolva. Ezt úgy hívják hivatalosan burgonya koptató.
egy sor burgit berakunk. Egyébként, hogyha az ember fölpörög, akkor a krumpli püréig is el lehet jutni. Tehát ez nagyon fontos, hogy nehogy túlhajtsuk a Verdát, illetve adott esetben leállítsuk, ugye? Nehogy úgy járjunk, mint Goethe bűvész inasa. Hát ez egész jó. Megszavazzuk az itt maradását? Ennyit sikerült. Tehát úgy szórja a popcornt, mint én rosszabb napokon a poénokat. Ez nem ma van, ho-ho. Ho-ho, vigyáztam. Stojé, toki tudja. Ez a híres remoska. Na most ez süt is, és főz is. Tehát ez voltak éppen a kezdő háziasszonyok abszolút menedéke, mert mindent bele kell szórni, vagy süt, vagy főz, amit kell. Ezt nem, a háziasszonynak nem is kell eldönteni, hogy ő előre mit akar. Ezt majd eldönti a remoszka. Diósgyőri ipari tanulóváros. Hát most ennek az egybe és különülési problémáival, tehát ebbe bele lehet őrülni, hogy Diósgyőri ipari tanulóváros, vagy Diósgyőri ipari tanulóváros. Itt van erről a címe. Itt van maga az ipari tanulóváros. Igen, ezen lehet nevetni, drágáim, de ezek mind itt vannak még. Na, szóval ez egy kalamár is. Rusztikusabban tinta tartó, amelyre hát nagyon furcsán néz már a golyóstollón felnőtt nemzedék. Kénytelen vagyok a pecsétet ismertetni. Adamovics Béla, alumínium tintatartó készítő kisiparos. Ő nem tintatartó készítő, ő alumínium tintatartó készítő kisiparos, amihez van neki öntőformája. Na most, ha én ezt leteszem. Ez egy mai tárgy, házi cica smucigoknak. Tehát ezt se etetni nem kell, se sétáltatni, a helyén maradj, Jenéke, nem megy át kárpitosba. Hát azért a konyakos üveg azért velém papírral így behúzva, ördögbőr, érted? Hát olyan bár atmoszféra van, hogy kész, hát már megőrülsz. Hát ez maga a romlás. És a festletnék, az megvan ugye 60-as évek. Manus hazamegy, kiengedi a csapot, megiszik egy nagy korsó vizet, kéveri a brét és durr, beleveri a fejét a falba. Ital, nő, kábítószer, ez az élet. Hát Illics az csak itt van, mint macska szem. Tehát bringára is jó hátra. Kézzel, mi épes rendőr meglátja, elfekszik. Mi nem, az egyből nem büntet meg. Én nem hittem, én nem vagyok maximalista, de hogy mennyi most már, 14 évvel a módszerváltás után? 15. Hogy reggel még mindig megbukom, mint Rottenbiller? Kérem szépen, kísérletnek lesznek a tanúi. Amikor gyerek voltam, hát mondjuk ifjú ember, és ezt bevezették, akkor azt mondták, hogy rá lehet állni. Rájak mennünk. Igen? Operatőr. Öregem. Köszönöm szépen, nem csaltam. Kérem, le a kalappal. Ennyi volt már a Design Center. Hölgyeim és uraim, Sóder mondanunk száma, a szokásunkhoz híven a képernyő alján olvasható. Ha megengednek egy komoly mondatot a mai EU csatlakozással összefüggő Design Centerhez, az talán annyi, hogy ne hamarkodjuk el, mit viszünk és mit nem viszünk magunkkal az EU-ba. Hölgyeim és uraim, nem kell tovább várni, úgy igazán forró pillanatoknak lehetnek részesei, mert ön a világ legnagyobb férfi magazinjának magyar szépségkirálynője, aki ma este szinte mindent megmutat, Bódi Szilvi. Egy nem mindennapi kontrollnak lehet meg szemes tanulói, mert itt lesznek a nagy sikerű film ellenőrei, Pindrok Csaba, Badár Sándor és Scherer Péter. A Sóder zenei színpadán a hegedű fene gyereke Edwin Marton, és nem sokára bemutatjuk a világ egyik legkeresettebb kaszkadőrnőjét, aki nemrégen Banderasszal, Madonnával és más hírességekkel is együtt dolgozott. Jön mindjárt Szűcs Ildikó. Most a Sóderben játszik, mi pedig azonnal folytatjuk. We'll be right back.
Mikor is lettél te az év, ez hogy jelent, az év Lucia vagy? Hát az év Playmate-je végül. Playmate-ig hívják. 2002-ben rohan az idő, baby. És azóta mit mondhatunk? Az Amcsi kiadásban is átvettek? Így van. Ez ritkaság. Hát nem a fő-fő Playboyban. Nem a fő-főben. Mert vannak ennek speciális kiadása, és azokban voltam. Aha, aha. Úgyhogy mi ez a speciális kiadás? Hát... tehát nem tudom, Playboy traktorvezetőknek? Vagy igen, nem? Például. Amit megkap az összes traktorista, megkap Oaklandtől Los Angeles-i. De most nem akarlak téved és ne essék, én ezt is vagy eredményként értékelem. Tehát nem bántás a cél, csak hogy esetleg röhögjük. Nem, szóval ilyenek a speciális? Például lányok az ágyban, lányok fehér neműben. Jaj. Drágám, óvatosan bánj velem, kérlek szépen. Kicsit magasabb vérnyomásom, túlléptem az 50-et, úgyhogy csak szordinóban. A fogadban itt van egy kis brill ültetve? Ez rá van rakva, tehát nincsen belefúrva. Először én egy mákos burkifüggönyt gyanakodtam, de azért gondoltam, de komolyan azóta ezt nézem, és mondom, hát egy ilyen gyönyörű lány, ugye, hát profi modell, minden, hát azért csak fogad most, ugye, hát nem a mák van ott, de aztán meg is csillant, hát mondom, a mák nem csillan ennyire, ez a kohinorból egy kis forgács? Ez egy kis kristály, amit én így ráragadtam. Ez egy kristály, és ez ráragasztható. Tehát így te van. Nem befúrod. Nem, azért nem. Most vannak lányok, akik így befúrod. Hát van, ezért egy épp fogban nem tudod. Térjünk vissza a Playmate fotókra, amelyek kicsit kalandos körülmények között készültek. Én azért tudlak téged megérteni, semmi egy kis szénsavasítaltól van, egy egészen enyhe felböfögésem, de én az az érzésem, hogy ez hányásban semmiképp nem fog torkolni. Láttam az, iszom egy kortyot, jó? Mert láttam arcodon az enyhe aggódást, hogy na hát ez a véhülye még le is hány. Úgyhogy... na, tehát tényleg nem erről van szó, de tudom, mert én nekem is egy újság címlapján meg kellett jelennem, kérlek szépen, mikor indultam a showbiznészbe, és egy óriás kígyót kellett a nyakamba tenni, hát valami borzalmas volt. Ó, nagyon, de te még szörnyűbb körülmények között készítetted ezeket a felvételeket. A tropikáriumban készültek a képek, és tudjuk, hogy ilyen trópusi környezet van. Ez vagy te? Igen, az én vagyok. Mennyire más? Vagy így? És ez a tropikáriumban van, milyen szép növények. Igen, ott van. Ezek igen, nagyon szép növények vannak. Ezek igen. Tápsózzák ezeket eléggé? Vagy jól fejlődnek? A páratartalom jó, is, jó, minden. Na, jó van, igen. De olyan tényleg ez volt, hogy egy-egy Playboyt így az amerikai nagybácsi elhintett, és akkor azt hazudtuk, hogy angol tanulunk belőle közben. Igen. Na tehát a krokodilokra visszatérve, ugye be kellett feküdnöm a melegedő helyre. Egy térben voltál a krokodilokkal? Igen, ezt elrakadtam. Hát ez egy felelőtesség, ezek hülyék. Hát... ott volt valami állatgondozó? Igen. Hát azt mondták, hogy itt a Lajos. A Lajos egy bunkós bottal megállt. Jaj, drágám, szóval... Ez kapsz egy puszit. Hát szóval... Ez Magyarország, hogy itt van egy világszínvonalú szénség, berakják a krokodilok között, szóval mi van, ha megesz itt a Lajos? Szóval itt mindenre van válasz. Hát ez, szóval... mondták, hogy a Lajos az idomárnak. Kiderült, hogy ő csak az éjszakai őr volt, de ezt utólag tudtam meg. A Lajos beállt egy bunkós bottal, én befeküdtem így a melegedőbe, és azt láttam, de komolyan mondom, a vízbe, mint a rajzfilmeken, hogy két szem jobbra, balra, és a krokodil volt. És közben a fotós kívülről, hogy legyél szexi, lazán, dögösen, és miért vagy merev? Így feküdtem, így, és mondta, én ezt nem tudom, kívülről nagyon könnyű volt. De azt mondták, hogy ha véletlenül belássak a vízbe, akkor ne kiabáljak, és nem mozogjak. Tehát ez így. Hát most, hogy tudjuk folytatni a műsort, én ezt most leteszem. Meddig tartott ez a fényképezés, Szilvia? Ugye, mivel hogy a tropikárium napközben... igen. A tropikárium ugye napközben hát vendégeket, látogatókat fogad. Reggel 7 körül jártunk, azt hiszem, amikor már jelezték, hogy be kellene fejezni, mert az óvodás csoport ott vár a bejáratnál, és jönnének be. Na most én egyszer bőrcsíkkal a derekamon, anyaszült mesztelen a pálmafán így álltam, és ugye jött a csoport, és nézték, hogy ki az a mesztelen néni ott. Én is jártam óvodában a pálmaházban, szóval, hogy nekem mi nem volt ilyen? Igazából most egy kicsit gondba vagyok, mert készülök egy újabb fotózásra. És egy erotikus... már az összes férfi magazinban voltam. Nem, most ugyanennek most a férfi fülesbe, magazinnak. Most a fülesben? Igen, a fülesben. Úgyhogy másik lányjal kell együtt fotózni. És ez nagyon érdekes lesz, mert ilyet még nem nagyon csináltam. Ne is. Ne is csinálj!
Nagyon kell figyelni. Mert hogy én ilyesmiről fantáziálok, az egy más dolog, ugye? De... Hát én nagyon szívesen valóra váltom veled, hogyha segítesz nekem egy-két pózt begyakorolni, mert holnap lehet. Jó, tehát most így vagyunk. Igen. Akkor én így jövök. Így, és igen, pontosan. Tehát meg akartak, hogy a pompomom alatt fog meg, és a másik. Na várjál, és én most egy csendes kilégzéssel a pocakomat neki feszítem a tiednek. Így van. A hátadra feküdnél, hogyha megkérhetnek. A légy szíves, igen. De mit fogsz csinálni? Így, hát meglepi lesz. Meglepi? Én csak úgy tudok a hátamra feküdni, hogy így, és utána át. Aj, Én nem tudok egyéből! Jaj! Igen, maradj így, mint egy párduc a faágra. Mint egy párduc a faágra? Ne ijedj meg! Azt nem, de a tökömre lépsz a köröncipőbe. Akkor a mosolyom az nem lesz természetes. Így, tehát most igen. Megfogom a fejedet, hogy Jézus kellemesebb Mária. Lesz. És akkor így vagyunk, ugye a képen is, ja? Mint a párduc a faágra. Köszönjük szépen! Igen, nagyon szépen köszönöm! Hát nem egyszerű ez a dolog, bízom szóval így jelzés, szinten. Te mikor van a felvétel? Holnap lesz. Igaz-e, hogy a száguldás megszállottja is vagy, aminek van alapja is talán, ugye, mert édesapád talán motorversenyzőt kereszt apám, és az egész családban, vérünkben van a sebesség. És mama is hajlik az extrém dolgokra. Mama is a kis Matizát úgy pörgeti, hogy nagyon, úgyhogy a Matiza az egy fritőz? Nem, ez a kis autó. Az egy autó? Azt hittem, mama fölgyorsul a konyhában. Valljál nekünk kalandjaidról. Volt egy ilyen, hogy éjszaka jöttem haza a 33-as főútról, és a lámpa már sárgából igazából már javába piros volt, de hát gondoltam hajnal kettőkor az úgy belefér, Piri. Nem jött senki. Elkanyarodtam, és láttam, hogy messziről jön egy fényszóró. Na, mondom, egyre közelebb, mondom, ez versenyezni akar. Na, majd kisapám megmutatom neked, lakott területen, elkezdtem nyomni. Már olyan 150-nél járhattunk, és akkor láttam, hogy a fényszórón kívül egy ilyen kék így a tetején így elkezdett. Mondom, akkor most kellene visszakapcsolni. Ez nem az orvosi ügyelet. Hát sajnos nem, pedig szívrohamom volt. Láttam. El is kellett volna. Igazából ilyenkor beszoktad vallani a dolgokat? Én általában próbálok korrektan, és megmondom ezt, én próbálok jópofizni és egy kicsit bevetni a női bájaimat, és kihasználni esetleg a helyzeti előnyt. De nem mindig jön be. Na most ez esetben én próbáltam nagy mosolyan, hát akár bármit dedikálok, fotózhatok bármit. Igen, nem, addig. És... Föltös nézz át, addig legyugszik. Vagy fölizgul, a két esélyes. És nagyon vicces volt a jelent, mert ugye kiszálltam tűsarkú cipő, miniszoknya, hát az inkább igazából egy öv volt, tehát nagyon pici. Aha. Így a megfelelő jelmezben. Ezekkel az eszközökkel én nem tudok élni. Fuls még, igen. És, hát és próbáltam menteni a helyzetet. Na miközben próbáltam velük egyezkedni, egyszer csak azt hallottam, hogy így az autók így össze. Valaki így elkezdte nézni a miniruhás kis csajt az út szélén, és előtte megállt a sor. És így összement négy autó. És akkor a rendőr csak ekkora piros fejjel annyit mondott, hogy neki is asszony, most nagyon gyorsan üljön be a kocsiba, és nagyon gyorsan tűnjön el, mert nekünk most itt egy két óráig helyszínelni kell. Úgyhogy ezt megúsztam. Illetve a további tömegkatasztrófákat lehetett volna ilyen módon elkerülni. Mi történt Sasával? Hittem, már elfelejtettük. Nem. Mi történt Sasával? Noszáj Sasáról. Sasa is köztem nem történt semmi, tehát csak hogy tiszta lapokkal játszunk. Okay. Tehát én sem fogadtam el a rózsát. Jó, előtte reklám! Én nem is értettem, most végre rágyújtottunk a Noszáj Sasa történetre, erre produktorra földobja, hogy reklám. Hát teljesen meg kell örülni. Na kérem, tisztelettel, tehát, hogy Noszáj Sasával történt-e valami, hát ez azt hiszem, hogy kedves mindnyájukat legalább úgy érdekli, mint engem, úgyhogy derremetten bábulják a képernyőt, és az összes PH értéket tanulmányozzák végig, azonnal folytatjuk Bódi Szilvivel és virtuálisan Sasával.
ne menjenek messzire, mert azonnal találkozhatnak Melanie Griffith, Madonna és Antonio Banderas tárkaszkadőrével. Utána pedig jönnek a Control című sikerfilm ellenőrei, Pinrok Csaba, Balázs Sándor és Scherrer Péter. Az est... Szépen, mi az igazság Sasával, és hát szeretném, ha nem úgy járnánk, mint Baló Juli Richard Burton-nel. Tehát légy szíves, tegyél feltáró jellegű vallomást. Rendben, vallok neked. Tehát az igazság az, hogy mivel én debreceni vagyok. Igen. És egyszer Pesten jártam, és nem volt hol aludnom. Gondolod a sztorit tovább. Tehát nagyon jó haverok voltunk, vagy vagyunk vele, Sasával, és megkértem, hogy nem aludhatnék nála. De hogy vagy te jó haver a Sasával? Én nem tudom, én miért nem vagyok veled jó haver? Hogyha és az miért nincs, ha Debrecenben vagyok, hogy főhívlak, hogy aludjak? Nekem miért nincs ilyen, hogy neked te onnan ismered te ezt a Sasát? Pedig én is szerepelek a tévében. És felajánlotta az ágya egyik felét, én elfogadtam. Miért? Egy szobás albérlő? Vagy mi van? Hát egy nagy francia ágy volt. Nincs vendégcsővel, akik a csávó? Vagy mi van? Hát, nincs egy vendégcső, hát komolyan mondom. Még, és egy ágyban aludtatok, és... Ez még kis hal korában volt, tehát még nem volt ilyen nagy. Hát de akkor is már menőteniszező volt, ne viccelj, hát azért már... Szóval figyelj, azért egy összecsukató vendégmatrasz egy epedával azért érte 2200 forint főbuha érte, tehát azért nem megy akkora kaland érte, hogy azért most itt egy ezébe kellene. Mikor volt ez egész konkrétan? Hát ez egy olyan két évvel ezelőtt. Tehát még a nagy nő előtt tényleg? Így van, bőven. És ennek kapcsán kapták fel a történetet, mert ugye én elfogadtam az ágy másik felét. Na de mivel én ugye szerettem volna a baráti kapcsolatot megtartani, és nem szerettem volna ez átbillen esetleg rózsaceremóniába. Ő szerette volna a rózsaceremóniát? Egyébként igen. Tehát ő igazából szerette volna a rózsa, ott volt a rózsa az ágy mellett, hogy bármikor hát ez a Sanyi, átadná. Ez a Sanyi már akkor is, komolyan mondom. Akkor is megérte a pénzét. Na most én felolvastam neki ugye a csipke rózsikába, mert nem jött álom a szemére. De miért nem a materializmus és empiriokriticizmusból? Hát nem tudom, arra nem volt vevő, úgy éreztem abban a pillanatban. Nem, tehát egy ilyen mesemondással kötötted össze? Nem jött álom a szemére, nem tudom, hogy miért. Ezt én se. Fura. Ezek a pasi kiismerhetetlenek. Igen. És akkor gondoltam, olvasok neki, és álomba ringatom. De most mit csináltam? Most mindig van alatt egy meséskönyv, vagy így fölültál könyves polcra, és levetted a Grimm összest, vagy mit vagy? Nem, mindig hordok egyet magamnál, hogyha valakinél ott alszok, és egy meséskönyv mindig van nálad. Így van. Aha, tehát a vándor szerelmi táskádban tartózkodik. Váltásbugyi, sminkkészlet, fogkefe és meséskönyv. Igen, így van. A kóbor amorózók lazítására. Úgyhogy felolvastam a fiúnak. Nem, tehát ez az igazság. Na most innentől kezdve ugye ezt egy szappanopera méretűvé alakították, és minden bulvárban ez szerepelt, hogy mi összejöttünk, de valójában ennyit, tehát tényleg egyszer együtt aludtunk, nem volt semmi. Hihetetlen, hogy az év plémétje és az ország nagy ője, de tényleg. Tehát vannak még ilyen fajta lányok. Ilyen helyzetben kerülnék Kósár névvel, mit olvasni? De mit olvasni? Nyilván, hogy számos rajongód van, akkor is lenne rajongód, hogyha nem szerepelnél lapokban, mert hát egyszerűen egy szép nőnek ugye már vannak rajongói, ez egy teljesen természetes dolog, de megemlékezhetünk egy extrém játékosról is. Volt egy illető, aki kicsit túllépte ezt a határt, mert volt már dedikált fotó, dedikált naptár, közös fénykép, Bódi Szilvis kis naptár, minden volt már. Neki van egy ilyen vitrínje, ami az én vitrínem, és abban én, így Szilvi vitrín, és ebből hiányzott valami neki. És hát a Szilvi ilyen... így konkrétan gondolok, nem? Hát így. Valami olyat szeretett volna, ami nagyon én vagyok jellemzően, és egy ilyen meleg nyári napon ezt meg is szerezte. Hát nagyon talányos vagy. Igen. Tehát az... a szárítóról, a kertből. Beosont a kertbe, ezzel Debrecenben. És egy óvatlan pillanatban a bugyimat. Elvittem. Hát az normális. Ez egy csak tiszta... Csak a profi nem mosott a sem mosott, igen. Ennyi, tehát az... Igen. Az igazi fetisiszta az... Volt egy kicsit...
egy kellemetlenebb epizód, hát hogy mondjuk ezt szalonképesen, nem csak a férfi nem képviselői mutattak irántad oltatatlan érdeklődést, hanem hát a női alternatív vonal is megjelent, így konkrétan hát lesbosz nekosz. Az a furcsa, hogy a nők általában merészebbek velem szemben, mint a férfiak. Ezt most nem fogod elhinni, de van olyan, van, amikor dedikálok, hogy bármilyen rendezvény van, és oda jönnek, hogy csak egy szájra puszít hagy. Szájra puszt? Igen, tehát nem nyelves, csak egy szájra puszt. Ja, és akkor meg vagyok riadva, hogy úristen, mi van itt? Na jó, most... És ők kicsit nyitottak? Kicsit nagyon. Szóval nyelves meg. Ez a Spanyolországban történt, hogy egy szórakozó helyen... Oké, nekem is kell. Egy szórakozó helyen táncoltunk a barátnőmmel. És hát a barátnőddel? A barátnőmmel. Hát akkor miért csodálkozol, hogy rá cukkanak? De nem, hát a lányok azok táncolhatnak együtt. Hogyne az NDK-ban? Hát hagyjál ne már! Hülyeskedj, de hogy ilyen hülyeséget, most ez az új divat? Miért csak fiúkkal lehet? Nem, én lányokkal is szeretek. Hát általában! Vagy van, amikor még ott van egy fiú is, és akkor így... De én mi nem táncolok fiúkkal például? Hát az remélem, hogy nem, azért rá kéne kapnom? Az azért egyszer. De a két lány az normális? Hát svább bálba szokott még lenni, ilyen horgoltúgy is öregasszonyok táncolnak még egymással, mert már mindenki fekszik a temetőbe, az összes férfi. Úgyhogy már nincs meg a létszám, mert volt két háború, meg öt forradalom, meg minden fene, hát az érthető. Na jó, de hát akkor, na és táncoltatok, és ez ő felajzotta? Én olyat láttam egyik pillanatban, hogy olyan női szempár merett rám, de úgy, hogy férfi nem nézett rám így, és egy nő volt, és így falt a szemeivel. Jó, hát mondom, úgy. Akkor egy kicsit hűítem, tudod így. Jó. Így. És akkor így elkezdtünk még jobban. Mi ezt tudnék így nézni, azért beljebb lennék, mi? Nem kéne egyet a tévében szerepelni. Igen. És akkor ráadtunk egy lapáttal. Tehát én is hibás vagyok a barát, mert egy kicsit még jobban belendültünk. Júj. Tehát hűítettünk. Ez tulajdonképpen így ketten össze voltatok tapadva? Igen, egy kis csípőmozgás, pocak, súrolás. Júj. A pocak súrolás az igen. Még mondjuk menne. Igen. Igen, és akkor és rátettetek akkor egy lapáttal. Annyira begerjedt ez a lány, hogy odajött és elrántott. Na most akkor... Lekérés. Igen, felkért egy táncra. Hát ez tök normális, hát ezt mire tette volna? Felkért egy táncra. Szévikért nagyon szépen köszönjük, kész csók a babának. Köszönjük szépen, nem menjenek messzire, azonnal folytatjuk. Hölgyeim és uraim, fogadják szeretettel Magyarország első számú kaszkadőr hölgyét, aki dolgozott már Banderasszal, Madonnával és Melanie Griffisszel. A Schuder színpadán egy kőkemény, mégis nőies hölgy, Szűcs Ildikó. Isten hozott, hello, Szűcs Ildikó. Ez, amit most láttunk, ez mondhatnám, hogy a műfaj ABC, ez mondjuk nem egy kül... volt ez a kis ugrás. Tehát ez én ezt nem mondanám, mert én valószínűleg beleőrülnék, hogyha egy ilyet kellene csinálnom. Legutóbb egy... 6 emeletes ház tetejéről ugrottam. Egy német színésznőnek voltam a dublőre, de hát azt szokták mondani a koordinátorok, hogy indulj el, tudja, hogy leérkezik. Igazából egy ugrásnál most mit tud elmondani? Hat emelet, az 6 emelet. Hát én nem tudom megkövérni a szellet. Nem, vagy én nem tudom, hát én annyit paráznék, hogy az őrület. Nem fújod. Tehát mit tudom én, mi van, ha Grünspannerné a harmadikon hirtelen kirázza a porrongyot, vagy nem tudom, szóval érted, én nekem annyi ilyen marhaság jutna az eszembe, hogy őrület. Hát, no, nemrégiben egy üvegkupolán kellett átugranod, ez milyen film? Üvegkupola? Üvegkupola, igen. A Gellért szállónak van az üvegkupolája. Hát örült az igazgató úr. Nem azon, tehát azt nem törtük össze. Annak a másolatát csinálták meg cukorüvegből. Ez be tudunk hiszteni egy hasonló igen. Dolgot. Üveget meg ajtót azt nem tudtam neked hozni, mert ez egy kicsit macerás lett drága volna. Dolog? Ez drága dolog. Ebben simán beleharapasz, de... Igen, tehát körülbelül így. Azért vigyázzál, mert ezért vágám. Tehát azért éles ez. Tehát... Én ma rájöttem. Valami olyasmit kéne, hogy ilyen nagyon-nagyon dühös vagy, és akkor így, ha... Így összetöröd a fejeden. A fejemen? Hát szerintem simán. Ne hát az arcod, az enyémen. Vagy fejeljem le? Valami. Az! Sérült egy kicsit. Nem sérült. Itt van egy kicsit. Jó. Vágtsák! Lekaratéozom.
De ez jó! Én ezt tennék ki a filmben. Ugye? Ez jó! Lehet törni, zúzni, és nem is vérzünk. Ez nekem tetszene. De azért nagyon... Ha nagy leszek, kaszkadőr leszek! Lendüljük tovább azoknak a sztároknak a vonalán, akikkel valamelyes testközelségbe tudtál kerülni. Például a Cocaine Madonna. Nehéz vele dolgozni. Na. Vannak ilyen elvárásai. Sztáralüriai. Sztáralüriai. De dobta hisz, nem így kevés. Egészen nem hát kevés. Éppen, hát azt az 5-6-10 ezer statisztát... Ide figyelj, most mint nő, most hadd kérdezzek egy dolgot. Hogy a Madonna milyen nő? Mert szerintem egy szakadék. De most van a... Szóval megvan a csinálva, meg biztos jó színésznő, meg jól énekel, meg minden, de hát most kérdezlek. Elmondtad. Szóval te is ezt gondolod. Mi? 140 cent, ezt tudjuk, nem? 148, vagy valahogy így. Na én ezekkel szolidarizálok, mert hát én sem vagyok egy szálfa terve. Szépen. Szépen van világítva, meg ennyi smink van rajta. Ennyi smink van, és megvan. Ennyi, megvan csinálva. És mik voltak hiszti tárgyai? Kikötötte, hogyha tömegbe el kell menni, már pedig elég sok tömegjelenete volt, akkor csak kaszkadőrök között megy el. Hogy azok megvédjék őt, vagy miért? Mert ő statiszták között nem ment el, mert annyira, tehát őt védték, esernyőt tartottak, napernyőt, hát mint Michael Jackson, csak Madonna. Tehát nem támadjuk le. Mondhatod, hogy igen? Sok sztárral dolgozol. Milyen érzés itt az esti showderben? Nem kell válaszolni, csak eszembe jutottam. Menjünk tovább. Mondjuk, van időként, amikor ilyen, tehát hogy a sztár annyira mozgásképtelen, hogy ilyen teljesen, idézőjelben, ugye, hogy ilyen teljesen triviális dolgokat is meg kell csinálnotok? Mik a legegyszerűbbek, hogy akkor csak futsz helyette? Félnek is, hogy eltörik a lábukat, vagy mit tudom én. Most egy nagy produkció leáll azért. Lehet, hogy a magyar focistákkal is ez van, hogy túlféltik őket, nem? Szóval így fél óra után érted, nincs. Kérlek tisztelettel, mi az esés lényege? Be tudsz engem ebbe avatni? Tehát mi az, persze, amire vigyázni kell? Ugye, megmutatod ezt? Megmutatom, persze. Én nem ragaszkodom hozzá, de... De én ragaszkodom. De ha már... Akkor erre megyünk, jó? Alapoknál kezdjük, tehát igen, mondjuk el foglak majd lökni, és akkor... Drága egy, vagy. Tehát egy ilyet kéne, jó? Csak a fejedet tartsd, mert ez így... A fejre a búrámra vigyázzak, igen, jó? Igen, egy ilyet próbált meg, csinálom. Hát ez... Ez egy kicsit túl volt biztosítva. Várjál. Kombináljuk egy kicsit, jó? Mivel, drága? Az, hogy megpróbálsz engem megrúgni ide, itt a vesémet megrúgod. Jó. Itt megrúgsz engem. Oh! Júj! De, oh! De édes volt, mert volt egy kis mugyi. Volt egy kis... Jaj! Köszönjük szépen! Van olyan feladat például, amit úgy dédelgetsz, mint egy színésznő egy szerepálmot? Hogy nem tudom, szeretnék egyszerre 5 vagonon átugrani egy Wartburg ezressel, miközben lángol, de nem tudom. Hát igen, ilyenek. Ilyenek hát vannak? Kombináltak, persze. Tehát benne vagy ebben a dologban, haladsz ebbe, tehát úgy érzed, hogy van még elvégzendő trükk. No kérem, tisztelettel, akkor lövöldözzünk egy kicsit. Arról megértesültem, hogy ezt a csodálatos mellényemet le kell cserélnem egy lőmellényre. Ja, az segítség igen kell? Igen. Akkor én ezt rádadnám. Hát ezt most kivételesen elfogadom, amit hölgyektől egyébként nem szoktam. Ausgenom, mert öltöztető Ági. Jó. Egy igen picit. Azért begomboljuk. Ilyen oroszlánszerű melkassal azért nem mindig találkozom, azért lássuk. Igen. Nem? Ez a gombot, tehát... Ja, ez már egy gomb, azt hittem, ezt még csatlakoztatjuk. Nem, ezt így fogod fogni. Úgy, de nekem, hát ugyan tudom, hogy szemüveges kaszkadőr nem igen van, de én most ez megszél. Ezt csak így megnyomod, paf. Paf, egy. Jó. És utána majd még egyszer a lövök, paf. Jó. Jó? Jó. Amíg én ezt itt nem kapcsolom be, addig így légy szíves majd oda menni a helyedre, a jelenbe. Jó. Mi a jelenet? Szerelemféltés? Most kicsit foglalkozunk a dramaturgiával. Mi a helyzet? Ki vagy te, s ki vagyok én? Smérlővök én, smérlősz te? Smérhalok én? S egyáltalában? Azért halsz te, mert én már voltam így betelepítve, tehát én már tudom, hogy milyen, de te még nem haltál meg. Ja, értem. A lényeg, hogy tehát rám nézel, jó? Tehát ennyi, okay, jó? És a másik... Az a banda, azt nem tudod így nézni, mi? Nézz ide! Pardon, feledékeny kaszkadőr, tehát részét nem lát, részét feledékeny, tehát elhagyja a pisztolyt. Mi csináljuk? Elmondjuk, hát mindenki ért minden. Ő rám lő, itt van robbanószerkezet, pukkanik, kigyullad a ruhám,
és igen? Folyik a vér, amit én így generálok ebben a vezével. És közben, érted? Igen, na, de csak hát, akkor generáld, amikor ki érti, Krisztóf, ezt csak te nem értetted. Amikor levök vagyok. Persze, akkor. Jó, most... Ezt még én is értettem, hát ha már én is értem, akkor már mindenki érti ebbe az országba. Sándor, beélesítelek, jó? Jó. De akkor ne, nehogy véletlenül megnyom, mert elsül. Na. Jó? Be vagy élesítve. Be vagyok élesítve. Akkor... Húzhatom a stukkert? Igen, és akkor na, oda... De várj, most ez ne vicceljük, most, de csak durrani fog, remélem. Tehát most nem, persze, nem, hogy... persze, és majd itt szépen kinyújtott kézzel. Jézus Mária! Igen? Először telősz, a kezedet légy szíves ne ide tedd, hanem itt lent. Mondjuk a filmekben azért egy ekkora zsinór nem lóg ki. Le... Nem? Tehát az valahova azért el van téve. Lehet ez nem. A zsebembe is? Ne. Itt légy szíves kint. Miért? Jó? És ne nyomkodj, mert el fog durrani. Nem, hát dehogy de komolyan. Is. Azok a régi szép idők, de ez nem lehet zsebbe? Jó, itt tartom, jó, igen. Telősz először. Igen, én önt ismerem valahonnan. Az anyád. Hát én már ettől, meg ez ekkorát szól, hát ez valami rettenetes. Még egyet lőjek meg. Igen. De mind a kettőt lőtt. Én elvérzem! Úristen! Látod? Egyszerre elment. Köszönjük szépen! Ja, most ígyünk még! Át kell öltöznöm ehhez. Kérem mindenképpen, úgyhogy egy kicsit ide elvonulok, jó? Jó, de addig rumálunk. Persze, így lehet. Én például azért, például a kerti partén azért pisilek a bokor alá, hogy még hallja, miről beszélnek. Tehát, mi van? Semmi picit, ez a Sanyi műsora. Mi van? Igen, hova? Az nagyon jó, az miért baj? Hát ezt tudják, Fábri Sándor. Fogja meg a kezem. Csak akarom érezni, nem remeg, nem hideg a kezem. Háló, Ildi, adja ide a kezét, nem nyírkos. Nem adja oda, te nehogy odaadj. Fölgyújtjuk. Hát minden műsornak van egy hiba százaléka. Ez nem szép, de fölgyújtom. Kész, fasz. Ildikó adja a kezét. Milyen hangok vannak? Pumpálnak? Egy próbagyújtás? Isten ilyen megy! Ilyen lángfúvó se lennék, mi? Oh, baby. Oda menjek? La la. Ó, hát akkor... Jaj, de isteni! 56 óta nem éreztem ilyen finom benzin illatot. X! Köszönjük szépen! Te és én azt hittem, most nem olyan vagyok, mint a... Köszönjük szépen! Nem olyan vagyok, mint az ingyenjegyes a cirkuszba, de én azt hittem, hogy egy picit a hajad is fog, vagy az éppen azért, hogy menjek én a csába, így ebből a lendületből. Nagyon szépen köszönjük, Ildikó! Bocsánatot kérjük, Szűcs Ildikót látták, hallották, mi pedig azonnal folytatjuk. Uraim, most egy olyan film szereplőivel ismerkedhetnek meg, amely alkotás számos díjat nyert a Filmszemlén, néhány nap múlva pedig a Cannes Filmfesztiválon képviseli majd hazánkat. Jöjjön a kontroll narkolepsziás ellenőre, Muki, azaz Pindroch Csaba! Szevasz, Isten!
Azok számára, akik a filmet nem látták, mit takar ez a fogalom, hogy narkolepszia? Rajtaütésszerűen elalszol? Hát nekem a kedvesem édesanyja az pszichológus, logopédus, megkérdeztem tőle, ő pontosan nem ismerte a betegséget. Lehet, hogy nincs is ez, lehet, hogy csak lehet, hogy a forgatókönyvírók találták ki. Vagy van, de az nem ilyen, minden esetre az instrukció a szent, a rendező, mindenhol, és ő azt mondta, hogy beszél, aztán egyszerűen... krumpliba, meg ketchupba kellett belefejelnem. Uh-huh. Kérlek szépen, hagyatszóra sikerült végül is ez a már említett lefejelés. Hát olyan hatodszóra, hetedszerre sikerült. Hatodszor, és akkor ilyen új ketchup, új krumpli. Igen, igen. A gáz az nem is a koppanás volt, mert az hát igazán sok dolog nem sérülhet benne a fejben, de a gáz az az volt, hogy fönn kellett maradnia a ketchupnak. És ami a filmben 2-3 másodperc időeltolódás, az valójában a forgatáson 6-8 óra. És a ketchupnak van egy olyan kellemetlen hatása, hogy csípi az ember, tehát nyilván ezt is fölnyomják ilyen ekkel, vagy nem tudom mikkel, és hát borzasztóan kicsípte az egész fejemet. Nem gomboljuk le? A nyakat? Hát van, itt van. Nem, a nyakat, nem szoktad az ingyakat? Leszoktam. Lekonyult, igen. Hát fölgatta ezt a sejem apacsinget lazán. A tájföldről kaptam ki, a Pista hozta a tájföldről. De vereves. Persze. Onnan, azt mondja, 300 ing közül választotta ki. Sejem. Tehát most nem kéne úgy, hogy az inged a hasadik ki legyen gombolva, mint apósodnak, Verebes Pistának, ugye, akiről itt szó van, és aki 300-ból választotta ki ezt az inget, nem látszik az ingen. Tehát a mikrofont ragd vissza az eredeti helyére, és a gallért nem akarod legombolni? Ez így? Nem, le! Hát ez ott van egy kis gomb. Hogy? Menjek én a... Na. Hát ez így. A Linda ilyenekre nem... Nehogy puszit adjak ezzel. Nem akart elengedni, hogy nincs kivasalva, azt mondta. Igen. Na. Jó, így? Na, nem mindenkinek tetszik, de hát vannak-e utas alaptípusok? Hát mindenképpen van az a típus, amelyik, akit láttam, hogy teljesen normálisan föl van öltözve, és kikéri magát, és tudja, hogy ebben bármit lehet ebben az országban csinálni, és nem csinálhattak és abszolút nincs egyet. És nem, nincs egyet, és kikéri magát, és mi van? Ne nyúljon, mit képzel? Hagyjan engem békén. Van a másik, aki én voltam, a szugerálós, akinek nincs egye főiskola alatt, és akkor így belenéztem a szemébe, vagy pedig egy kellő pillanatban felmutatok valamit, ami vagy anyakönyv, vagy jegy, ne, semmiképpen nem jegy, és akkor ezt konstatálja, tehát az átverős típus. És van a harmadik, a bal fék, amelyik pedig, ahogy mondják, akkor azonnal mondja a nevét és mindent, és a többi. És érdekes módon soha nem, nekem is bemondtam háromszor ezt, és soha nem jött ki papír ezért. És a saját nevedet mondtad? Bemondtam, és nem jött ki semmi. Na jó, mert azt mondod, hogy John Lennon, akkor vasszállam. És a saját nevedet mondtad? Saját nevedet is semmi. Most pedig következik Badár Sándor, aki a Sóder nézőinek nem ismeretlen. Szóval egy elég butácska kis konfal mondtam, hogy aki a Sóder nézőnek nem ismeretlen, hát milyen hülyeség, hát senki nem ismeretlen, aki igen, jön, ugye már arra akartam célozni, hogy hát időként szoktad magad műsorunkban is exponálni, kérlek tisztelettel. Termesztően nézek ki, hogy zárójelben te tudsz egyáltalán a szöveget megtanulni? Nem nagyon. De most ez nem izéből, nem, ez semmit nem volt le a sanyi élvezet értékéből. Az én büszkeségem, hogy 3 mondatnál többet írott anyagot, nem szívesen. Tehát nem szívesen. Hát ez a Sóder is küzdöttünk néhány alkalommal, igen. 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 Vagy igen, de nem egybe. Tehát... igen, de nem egybe. Egyébként zárójelben most Sándor sikerült bevonnom a Leányfalusi Művelődési Ház szervezésében. Mikulás volt Sándor. Jó, hogy ezt gyerekek nem nézik, mert késői műsor. Jaj, mert hogy legközelebb is szeretnék. Ó, az nem a Sanyi bácsi volt. Nem. Keleti harcművészetekkel is foglalkoztál. Igen. És többek között Japánban is tartózkodtál elég jelentős ideig. Voltam, valamilyen. Egy milyen szentében? Masutatsu Oyamának a dozsójában voltam egy társammal. Tehát így. Aki ennek érti, aki nem, annak meg úgyis mit beszélünk mi erről. Magam kempózom, és hát összemérném a tudásom veled. Én tegnap voltam egy edzésen 2 hónap után, és olyannyira megterelő volt, hogy ma konkrétan kijött az aranyerem. Nem tudom, te jártál el. Komolyan.
Ezen kívül te hivatásos kutyaszán versenyző is vagy, és Alaszkában is. És husky tenyésztő, hát ez csak így... Malamut. De számhúzó kutya mind a kettő. Na jó, bocsánat, igen. Csak az egyiken nagyobb a kabát. Ezeket a kutyákat, ezeket nem voltak Magyarországon, ugye, mert hát minek? És egy barátommal közösen gondolkoztunk otthon az íróasztalnál, hogy bele kéne fogni valamilyen kutyázásba, tehát kutyát tenyészteni, és akkor tanakodtunk, hogy milyen kutyákat tenyésztünk. És mondja nekem, hogy hát olyat kell tenyészteni, amiből kevés van az országban, mert az értékes lesz. És így elkezdtem nézegetni a lexikont, hogy milyen fajták lehetnek, és megakadt a szemem ezeken a számhúzó kutyákon, kiderült, egy darab nincs az országban. Valószínűleg nem véletlen. Aztán, amikor nagy nehezen beszereztünk, akkor már csak ilyen elvi akadályok voltak, hogy nem tudjuk őket befogni a szán elé, egyrészt mert nekünk nincsen szánunk, másrészt meg nincsen, ami húzza, mert nálunk nem esik a hó sose, és akkor megoldottuk azzal, hogy ilyen zárt szelvényből építettünk kerekes szánt, és már csak azt kellett megoldani, hogy hogy találunk hegyet, mert ugye Szentesen 150 kilométert kell menni ahhoz, hogy egy dombot találja az ember, és ezért mi a lődombokra mentünk a kutyákkal, tehát ilyen lövészárkoknak megépítették a lövészárkot, és amit onnan kiástak, abból építettek egy dombot. Az volt a lődomb. Szentesen ezek már nagyon nagy hegyeknek számítanak, a 40 méterükkel, és ott edzettük a kutyákat, hegynek föl, meg hegynek le. És rögtön az első csehországi versenyünkön, ahova kimentünk, hát egyrészt előtte való este nagyon sokat edzettünk. Hát másnap gyakorlatilag rá kellett magunkat kötözni a szánra, de én ellenálló voltam, én nem kötöztem rá, és ezért a cél előtt egy olyan 300 méterre, egy ilyen hosszú lejtőnek a tetején vad előzésbe kezdett valaki, és az történt, hogy leestem a szánról, és átestem a kordonon, átbuskáztam a kordonon, és a kutyáim felszabadultak a súly alól, és elindultak piszkosul, és ilyen óriási harc alakult ki az élbolyban. Lent a völgybe 3000 ember ott ordított nekem, hogy utolérem-e a szánt a cél előtt. Harminc emberből 29-edik lettem. Miért, aki még jobb, aki sodródott? Diszkvalifikálták. Egy méterrel a cél előtt értem el a szánt. Mert az a lényeg, a számhúzó sportban egyetlen egy a lényeg, az, hogy a kutya, szán és ember legyen a sorrend. Tehát fordítva, hogy összekusztálva nem érvényes. És ez így megvolt. Na, hát részben ma is, ugye hát ma is vannak póniaid, és lovagoltatsz gyerekeket, magam is találkoztam veled különböző vásárokban, ahol Sándorunk megérkezik az utánfutóval. De akkor már senki nem engem nézett, tehát... Hát esetleg ezt a bizonyos lovagoltatós történetet, ha volnál bátor elmesélni, amelyet hát tegyünk természetesen szigorúan politikailag korrekté, hát itt egy roma megrendelőről van szó. Belenyúltunk a lecsóba. De szerintem ezt végtelen nagy szeretettel meséljük el. Két verzió van, vagy meg akarják venni a lovat és érdeklődnek az árára, mert közlöm, hogy nem eladó, és onnantól kezdve, de ha eladó lenne, akkor mennyire adnám? Nyújtasd már fel a gyereket. Mennyiért? Mondom, annyiért, mint a többi gyereket. Hát, de nyújtasd már fel olcsóbban. Vagy ingyen. Erre megvan a kidolgozott válasz, ingyen még a saját gyerekemet sem. És ezek után vadalkudozásba kezdünk, és akkor fél úton valahol megáll a dolog, a húzavona, és akkor ami után ugye történik a beugrató kérdés, mondjuk megállunk 200 forintnál, hogy és 10 000-esből tudsz visszaadni? Ez kétértelmű, mert hogyha tudok, akkor rögtön látják a pénztárcámon, mennyi van nálam. Tehát, hogy érdemes-e elővenni a baseballütőt, vagy nem. Ha viszont nem tudok visszaadni, akkor meg minek alkudozni, tehát akkor mégiscsak az ingyen változat fog megállni. Tehát semmi bajom nincs velük. De normálisan beszélünk. Jó, hát akkor jutass már föl. De nagyon vigyázzál rá, mert még szóha életében nem ült a gyerek. Milyen öltönyben van Alika, tehát ezt...
Rocsika, tudom a történetet. Rocsika egy lila öltönyben van. Egy talpig lila öltönyben. És megyünk kettő diadalkört. Néma csendben, mindenki mosolyog. Egyszer csak megszól hátulról valaki. Hát azt nem tud az a ló gyorsabban menni. Hát mondom, tudna, de hát azt mondtátok, hogy Lajcsika még életében megy. És benyúl egy kéz, hát akkor hagyj menjen, és puszt. Megcsapják a lovat, és akkor elindulunk piszkosul körbe, és minden, ezt nagyon élvezik, és minden körnél egyre jobban ütik. Szóval a végén már nem tudom utolélni Lajcsikát, és ezt a tapasztalatból tudom, hogy ez körülbelül a 6.-7. körig bírja. És amikor érzem, hogy itt a vég, akkor átállok a másik lóhoz, és elkezdem igazítani. És hallom a hátam mögött, hogy síri csend. Hát te... Lacsika leesett. Síri csend, és akkor... Hát te figyelj már, leesett a gyerek. Tényleg. Hát mondom, milyen hülye gyereked van. Hát mondom... Senkinek a gyereke nem esett még le. És akkor kezdődik Lajcsika megszégyenítésre. Hozzáig verik, hogy ilyen hülye vagy, megszégyenítesz mindenki előtt, hogy te nem tudsz egyedül lovagolni, úgyhogy ez általában így szokott végződni, de mondom, ettől függetlenül én nagyon csípem őket. Azt a vasutas dolgot szeretném, ha elmesélnéd, hogy amikor a kollégád... Semmi köze a kontrollhoz. De hogy a kollégád hol lopta el a mozdonyt, és hány állomáson ment. Tehát ezt, hogyha földobnád ezt a skiccet. Azt kell tudni, hogy nagyon, a szolgálat nagyon éber. Tehát... El van kezdve a történet, de hát így kell. A szolgálat nagyon éber. Kész, el van kezdve a történet. És a vasút az egy nagyon komoly társasjáték. Az egyik mozdonyvezető kollégának születésnapja volt, és ezt úgy próbálta megoldani, hogy rávette még másik két kollégáját, hogy ezt ünnepeljék meg. És Szentes állomásról eltulajdonított egy mozdonyt az egyik éjszaka, és Tőserdőig hatoltak vele. Lakitelek Tőserdő. Ez 10-12 állomást ölel át. Ez a kis kaland. Ezt a mozdonyt senki nem látta. A nyílt pályán megállították a mozdonyt, kivilágítva előre-hátra, hogy hát, ha mégis jönne esetleg éjszaka arra egy vonat, akkor ne legyen akkor a duranás. Hát ők elmentek ott mulatozni Tőserdőn egy helyi kocsmába. Nem lett volna semmi baj, tehát semmi baj nem lett volna. Ki volt korrekten világítva mozdonyt? Semmi baj nem lett volna, mert eljött a hajnal baleset nélkül, csak elveszítették a mozdony kulcsát. És ezért buktak le. Köszönjük szépen! Most következik Lecsó és Muki feljebb valója, ugye Lecsó és Muki. Lecsó és Muki feljebb valója, a kisfőnök Scherer Péter. Szia! Csusszadjatok egyen lejjebb, jó? Adjatok helyet a főnöknek. Ez a te filmben viselt főnöki ornátusod, vagy csak egy hasonló? Nem, ott te mi vagy? Én a kisfőnök nevű szerepet játszottam ebben, az ő főnökük voltam, az ellenőrök főnöke. Igen. És hát én csináltam az eligazítást, én mondtam meg, hogy melyik metróvonalon, stb. Hogy menjenek, melyik csapat. Nagyon klassz szerep volt, egy kis sámlira kellett állnom, mert mindenki egy fél fejjel magasabb volt nálam, és mégis nekem kellett a főnöknek lenni. Kérlek szépen, ezt a legenda szerint Humphrey Bogarttal csinálták. A nagy táncjeleneten az Isten, az egy sámlin topog. így, shortly. Úgyhogy... Na hát ez a magasságom, ez nekem is megvan. Amikor egy filmlexikonban egy ilyen nagy sztárról kiderült az alacsony centiméter, mindig így. Hátra dőltem. Most színházból jössz? Igen, a Nézőművészeti Főiskola című előadásunkat játszottuk. Na most hát ezekben az előadásokban volt egy haldoklás jelenet, amiben a kollega úgy halt meg, hogy először megvakult egy ilyen
hogy hívják ezt a mojírtótól, amit megivott, majd véletlenül belenyúlt az elektromos áramba, és ezután a nyakára tekeredett a zsinór, ami megfojtotta. Hát ez már szinte a rasputyini normatíváknak megfelel, ugye őt is elég nehezen tudták. És elkezdi egy egyéb apropóból mondani a József Attila Mama című versét iszonyatos állapotban, és aztán a darabban a Mama című vers egy bizonyos pontján kap egy epilepsziás rohamot, ez meg volt beszélve, és a roham végén én odarohanok hozzá, rácsapok a mellére, és azt mondom, hogy Gyuszikám, atya úristen, nagyon megijesztettél, jól vagy? Ő fölül, és azt mondja, máskor, ilyenkor egy fakonalat kell a fogam közé tenni. És észrevettem, hogy a Jocónak a szája sarkán vérzik. És belevettem, mivel a nézők is látták, körülbelül ugyanígy ültek, és azt mondtam, hogy Gyuszikám, atya úristen, jól vagy, rendben vagy? Jézusom, most látom, hogy a szádat is elharaptad. És erre a Jocó fölült, és azt mondta, nem, hanem még az előző jelenetben pofán kúrtam magam a konnektorra. A közösség bevonása sokszor azért vékony jég, tehát az ember be is tud ebben fürdeni. Ebben a nézőművészetében van egy olyan rész, amikor megállapítjuk, hogy a nézőknek nagyon rossz a figyelme, és én azt javaslom, hogy csináljunk egy mentál szondát, ami abból áll, hogy én behozok egy ilyen kis gondolatleolvasó detektort, és oda tartom a nézők füléhez. A következőt olvasom le, hogy remélem nem tart tovább 9-nél ez a szar, elmegy a babysitter. És az egyik alkalom egy fickó egy kicsit be volt rúgva, valószínűleg, és szerepelni akart, és azt mondta, hogy mielőtt én leolvastam volna, közben szólt, hogy a kutyát le kellett volna vinnem pisilni. Majd eltelt fél óra, és egy adott pillanatban ugyanez a pali, mikor a kapa egy teljes csönd, néma csönd jelenetbe felvette a ballonkabátját, és megindult kifelé, a pali teljesen váratlanul az első sorból a következőt mondta, na, ez meg az én kabátomat vette fel. És hát döbbenet, ugye, mert az egész egy feszült pillanat volt, és így álltam, és ezt tudtam rá mondani, hogy teljesen mindegy, ha a kutya itt van, úgyis leszedi róla az ajtóba. Hírjuk róla, hogy olykor díszletek rombolásával is foglalkozol. Mennyire vehetjük ezt komolyan? Hol kezdted és mennyire hatalmasodott el rajtad ez a nem feltétlenül konstruktív, divatos szóval élve inkább dekonstruktívnak mondható szenvedély? Hát ez elég sokszor megtörtént. Magamat is szoktam rombolni egyébként, különböző sérüléseket okozok magamnak. Főleg régebben csináltam ezt. És hát az első nagyobb filmszerepem volt a gangster filmben. És az volt, hogy be volt rendezve egy ilyen kis szoba, ahol mi laktunk. Hát ezt tudni kell, hogy a filmekben rendkívüli műgonddal csinálják meg ezeket a díszleteket, stb. És akkor megkaptuk ezeket a puskákat, és mondtam egyik próbán, hogy figyeljetek, én arra gondoltam, hogy lehetne ezzel, hogy egy kicsit így a fickó belemelegszik, hogy egy kicsit ilyen rambósan, hogy így tudod, a Schwarzenegger is úgy szokta, hogy így ránt egyet a puskán, befordul, és én egyből csináltam egy bukfencet, fölugrottam, hátul nekiestem a falnak, ahol egy 2x2 méteres festmény leesett, levert egy könyves polcot, arról 30 könyv le, a könyves polc ráesett egy asztali lámpára, ami összetört. A következőt lehetett látni, hátul a kellékosztály. Köszönjük szépen! Most egy kis megkerülhetetlen PH érték következik, utána azonnal folytatjuk. Maradjanak velünk, mert az esti show-der azon...